Egy tanítómester számára a legnagyobb megbecsülés az, amikor látja, hogy diákja jól használja megszerzett tudást, amikor volt diákja a tudás birtokában eléri álmait, vágyait. A közös munka, a közös tanulás, tanítás, a közös évek hálát és köszönetet érdemelni. És mit vár el tőletek egy új korszak, ez az új világ? Úgy tűnhet, hogy a mai világnak tökéletes teljesítményt várja tőletek. Ez valóban ijesztő lehet, ha csak annyit tesztek, hogy személyre szabottan sikeresen tudtok élni, az elég. Mert a siker fogalma relatív. Mert nincs különbség a közösségért tenni akaró politikus, a gyermekét becsülettel, tisztességgel és szeretettel nevelő anya, apa, valamint az életre felkészítő tanárember között. Nincs különbség. Mert mindhárom ténykedése az emberség ígéretét hordozza magában. És nem baj, hogy nem mindenki váltja meg a világot, nem baj, hogy nem mindenki kerül rivalda fénybe. A világot és a hozzánk közel állókat az érdekli igazán, hogy az életünk kihívásával való küzdelmek közben milyen emberré válunk. Adjenre szavait élve, nem kívánom senkitől, hogy csodás dolgot tegyen, de joggal elvárom mindenkitől, hogy mindig ember legyen. A szívetek most még tiszta, az érzéseitek ártatlanok, a gondolataitok frissek. Mi lesz most a nagy feladat a jövőre nézve? Hogy megtanuljatok úgy élni, úgy öregedni, úgy bölcsé válni, hogy közben megőrizzétek ezeket az erényeket felnőttként is. Mert ez jelenti a sikeres élet zálogát, mert talán ebben rejlik az a parányi titok, amit az élet értelmének. A mai búcsúra eljöttek szüleitek, nagyszüleitek, az igaz barátok, akik mindvégig ott álltak mögöttetek, s féltőn figyelték minden lépéseteket. Köszönetet kell mondani nekik, hiszen ők azok, akik a segítségetekre voltak, vannak és lesznek, az őszinte szóval, az önzetlen cselekedettel, a feltétel nélküli támogatással. Kedves végzősök! Az iskola most elenged benneteket, menjetek hát kutatokon tovább, de ne hagyjátok soha beporosodni a középiskolai emlékeket, időnként vegyétek elő őket, és gyönyörködjetek azok fényében. Viszontlátásra! Nagy Viktória, 3/11. D-osztályos tanuló oklevélben részesült közösségi munkában való aktív részvételért. Thank you.
jó tanulmányi eredményéért. Vezetni
Boros Vivien 12. B osztályos tanuló oklevélben részesült közösségi munkájáért. Szabó Nikolett 12. B osztályos tanuló közösségi munkájáért oklevélben részesült. Thank you.
Nagy Péter Sándor 2012. F-osztályos tanuló oklevélben részesül kiemelkedő gyakorlati munkájáért. A gazdálkodó szervezetek a gyakorlaton kiválóan teljesítő tanulók munkáját jutalomban ismerik el. A Balma Sütőre Kft. Nyíri Bence Attila és Ruszó Julianna 3/11. D-osztályos P-tanulókat jutalommal díjazza. A jutalmakat Vég Attila igazgató tanulók adja át. Thank you.
István tanárunknak a 12. Nádasdy László tanárunknak a 11.